Sziasztok, PC Guru nézők, Dimmer vagyok, és itt van mellettem MC Mackó, aki hozott nekem. Mackó, csak simán. Akkor csak Mackó. Te meg csak Anna Mari. Én meg csak Anna. Na, tök jó. Mit fogunk most megnézni? Starlinket, ne? A Starlinket, a Starlanders-t. A Toys to Life játékot, amit az Ubisoft azért készítette el, hogy egy kis konkurenciát csináljon azoknak, akik ebben a műfajban már eleve otthon vannak egy jó néhány éve. És amellett, hogy ugye mondjuk a Skylanders tényleg nagyon sikeres, érdemes megemlíteni, hogy a többieknek azért nem jött össze annyira ez a biznisz. Azon gondolkozom, hogy a Nintendo is megpróbálkozott vele. Hát az ott az Amiibókkal azért megy a dolog. Szó-szó, viszont ott az inkább ilyen kiegészítő jellegű történet. Ugye a Warner a Legóval próbálkozott, több-kevesebb sikerrel, a Disney pedig teljesen elhasalt a Disney Infinity-vel. Úgyhogy most az Ubisofton a sor, hogy behozzák a saját kis műanyag játékos videójátékukat, játék a játékban. A lényeg az, hogy van itt nekünk egy ilyen Starlink űrhajónk, és igazából ezt szeretnénk nektek bemutatni, hogy milyen rendszerben épül föl ez a kis kütyű. Tehát alapvetően a játékhoz kapsz egy starter készletet, ugye van digitális és van fizikai kiadás is belőle. Meglepő módon a digitálissal is lehet, tehát játék nélkül is lehet játszani magával a szoftverrel. Viszont mi ugye nyilván a fizikai kiadás érdekel minket, tehát itt van nálunk ez az űrhajó, ami a starter készletnek az első számú űrhajója. Baromi jól néz ki, nagyon szépen van kidolgozva, tehát teljesen egyenrangú azokkal a kézbefogható műanyag játékokkal, amiket egyébként, ha bemegy az ember a játékboltba, akkor meg tud vásárolni magának. Ehhez tartozik általában egy pilóta. A pilótát azt valahogy így kell elhelyezni ugye az űrhajóba, tehát alulról érkezik hozzá, viszont nagyon összetett a történet, tehát nem csak annyiból áll az egész, hogy csak itt összerakom, és akkor ezt ráhelyezem egy portálra, hanem egy ilyen bilincs jellegű cuccot is adnak a játékhoz, és ez a bilincs az arra jó, hogy az ember az egész szerkezetet fölrakja a kontrollerére. Hát talán a legérdekesebb és legizgalmasabb verzió Switch-es, miért is? Hát azért, mert ahhoz érkezett exkluzívan egy Star Fox kiegészítő, egy X-Wing-el, ha jól... Hát Arwing-el, Arwing-nek hívják, igen, az X-Wing az egy kicsit az más. Másik az bebukott az a franchise ebben a műfajban. Sajnos itt nálunk most egy, vagy sajnos, hát épp szerintem a nézők nagy része valószínű PlayStation-on vagy Xbox-on fog játszani úgyis ezzel a játékkal, de persze a Switch-es verzió is nagyon menő, szóval ehhez az alapűrhajót úgy kell elképzelni, még annyit mutatok nektek, hogy itt a szárnyait is le lehet szedni, tehát különböző elemekből áll össze a dolog, eléggé moduláris a kis cucc. És azt se felejtsd el, hogyha például fordítva teszed föl a szárnyat, akkor a programban is fordítva fognak megjelenni. Így van, sőt az űrhajóhoz tartoznak különböző fegyverek is, ezeket a fegyvereket a szárny elejére kell rakni. Hát engem például teljesen megzavart ez a történet, hogy például hogy ez a tűzfújó berendezésnek a műanyag fegyvere, és ha jól emlékszem, így kell, tehát pont az ellenkező irányba kell felrakni, mint hogy az embernek logikus lenne, tehát mindegy, van ilyen, és ugye alapvetően egy tűz és egy jég elementált kapunk hozzá, az a starter kitben, tehát ha megnézitek, akkor az egyik oldalán egy tüzes mordály, a másik oldalán pedig egy jeges található. És ugye ezt egészíti ki a sima ilyen Vulcan Gun jellegű minigun. Amivel így van, amivel Arnold is a Terminátorba osztotta a népet. És ugye ehhez kapcsolódik hozzá a pilótát azonban még nem az űrhajóra kell felrakni, hanem erre az előbb emlegetett bilincsbe, belecsúsztatjuk, gyakorlatilag erre ültetjük rá szépen az űrhajót. Ne tudjátok meg, hogy a videó elkészítése előtt, hát egy nagyjából másfél hete raktam össze ezt a kütyűt, és most körülbelül hárman próbáltuk szétszedni, és még rájöttünk arra, hogy ez hogy működik, szóval fölülről érkezik rá az űrhajó a pilótára, és ugye ezt a szerkezetet most így, ahogy van, megpróbálom rátenni egy Xbox One kontrollerre. Az Xbox One kontroller alján található port és a tetején található USB közül az alsó portot használja az elrendezés. Az ember így alulról rácsúsztatja a kontrollerre, fölülről ráhajtunk egy ilyen kis bilincset, és praktikusan így néz ki a rendszer. Hát meglehetősen masszív, meglehetősen nehéz.
Nem mondanám azt, hogy kényelmetlen vele játszani, mert a súlypontja az inkább hátul található, de mondjuk az Xbox One-nak a home gombját, amit nem is lát a kamera, az gyakorlatilag megpróbáljuk megmutatni. Így a bilincs belsejében helyezkedik el, tehát nagyon-nagyon nehéz ide nyúlni játék közben, ha mondjuk a főszerkesztőnek szeretné a screenshotot készíteni a játék tesztjéhez. Meglehetősen bonyolult és összetett mutatvány. Tehát nagyjából ennyi. Azt érdemes még a Starlinkről tudni, hogy így az alap csomagban megtalálható egy ilyen póster jellegű történet. Tadadadam. Poszteren van egy ilyen kis reklámszerű felsorolás arról, hogy amúgy milyen pilótákat és milyen gépeket lehet pluszba, meg fegyvereket vásárolni a rendszerhez, hiszen a játék pont erről szól, hogy anyu, apu, vedd meg nekem a plusz játékot hozzá. Ilyen pilótapakkok érkeznek a játékhoz külön. Ennek is azért van súlya, tehát az anyagot azért nem spórolják ki belőle. Hát nem. És ehhez is van egy fegyver, meg egy pilóta, és egy... egy teljesen új szett. Igen, egy plusz hajó, és gyakorlatilag ez egy új hős a játékban. Ami egy... mondjuk nem azt jelenti, hogy ha kapsz egy új pilótát, akkor ugyanúgy használhatod a másik hajóval. Igen, igen, hajóval is, tehát variálhatod is őket. A fegyvereket is lehet cserélni. Így van, és illetőleg egy nagyon fontos dolog, hogyha például belefutsz a játékban egy jóval magasabb szintű csapatba, és azok így ledarálnak téged, akkor úgy tudsz túlélni a legegyszerűbben, hogy egyrészt fizetsz, amit hát a nem túl jó dolog így a játékban bevezetett fizetőeszközödet felhasználni ilyen mókákra, úgyhogy a legegyszerűbb az, hogy anyuval vagy apuval vetett az ember egy ilyen második űrhajót, és akkor ez egy második életként funkcionál a nagyobb csaták közepette. Tehát igazából nem csak egy ilyen gyűjtögetés, hanem a játékban is van szerepe. Természetesen a program az alapkészlettel együtt is tökéletesen játszható, tehát olyan félelmünk, vagy legalábbis így a tesztelés során nem merült fel olyan kérdés és olyan probléma, hogy fú, most ezt tényleg nagyon be kéne vásárolni ahhoz, hogy mindent lássunk. Nyilván ugye jó, ha van, és plusz extrák nyílnak meg a játékban, ha az ember megveszi hozzá többi kiegészítőt. És a játékmenet is változik, ugye, fegyverenként? Így van, és más kombókat, más-más fegyvertípusokkal más-más kombókat lehet előhozni, tehát ez is egy fontos része így a Starlink élménynek. Összességében a játék sajnos, hát nem tudom mennyire spoilerezzünk, vagy valószínű még az újságot nem olvassátok, mikor ez a videó kimegy. Azt ezt majd a novemberi PC Guruban fog megjelenni. Így van. Nem voltunk vele maradéktalanul elégedettek, ugyanis az ilyen Ubisoft nyílt világos betegségek megvannak. Az biztos. Tehát egy idő után eléggé repetitív küldetéseket ad a játék, és mindig rátesz egy lapáttal erre az önismétlésre sajnos, tehát ezt majd talán így, ahogy az Assassin's Creed 1-ről lett az Assassin's Creed 2 egy csodálatos és fantasztikus játék, az egy pedig problémás volt pont emiatt a repetitív mi volt a miatt. Talán itt is lehet, hogy a Starlink 2 lesz az, ami igazán nagyot fog szólni, mert a játékban nagyon jó ötletek vannak, nagyon-nagyon élvezetes és flow-szerű tud lenni, tehát leülsz és játszol, tehát ha kikapcsolod az agyad, akkor 2-3 óra pillanatok alatt ellibben a játék mellett, de az önismétlés az elég hamar felüti a fejét, tehát ez a fő kritika, ugyanakkor a grafika baromi jó, ez a játékos megvalósítás szintén, az árak kicsit húzósak, az alapkészlet az olyan, hát nem sokkal drágább, mint egy dobozos másik játék, tehát ilyen 21-nehány ezer forint körül lehet itthon beszerezni, kicsit drágább, mint mondjuk az ilyen AAA videójátékok. Ugyanakkor meg a plusz pilóta, meg a repülőgép az még majdnem egy 10-es hozzá, tehát azért így majd ha hülyeségeket beszélünk, mert azóta olcsóbb, vagy akciózák, vagy nem tudom én, akkor majd kommentben megírjátok, hogy... Az biztos. Én meg majd olvasom őket. Jó, hát akkor köszönjük szépen, hogy bejöttél és beszéltél nekünk ezekről. A teljes tesztet a novemberi PC Guruban, ahogy azt már említettük, majd olvashatjátok, és köszönjük a figyelmet. Köszi, sziasztok! Sziasztok!